Hi, everyone. I think what happened to people like me, like Elon Musk, and frankly, like J.D. Vance, is we began to see how radical and how insane the American left is. The Biden administration has basically tried to transform the very nature of the American country and polity, letting in millions and millions of illegal migrants. And it's really raised a question, what is the United States for? What is it about? Azt gondolom, hogy egy erősen konzervatív, de nemzeti konzervatív kormányzás várható, sokkal európaibb, vagy akár mondjuk a magyar modellre hajazó nemzeti konzervatív kormányzást várok. Vannak nálam, akkor például jogosítványa lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy illegális bevándorló is ad abszurdum tud szavazni, annak ennél, hogy nem amerikai állampolgár. A közlemény kutatók egyik vagy másik jelöltet csatatér államokban biztosan alul mérik. A hét billegő állam az, ami el fogja dönteni az elnökválasztást. Ezek közül a legfontosabb az talán a Blue Wall States-nek nevezett Michigan, Wisconsin, illetve Pennsylvania kérdése, mert hogyha azt a három államot Kamala Harris elviszi, akkor alapvetően Donald Trumpnak nincs igazán esélye, hogy visszatérjen. Donald Trump vagy Kamala Harris? Ki lesz az elnök Amerikában, és melyik pártnak lesz többsége a washingtoni törvényhozásban? A kérdésről november 5-én kedden döntenek az amerikaiak az elnök választáson. Nekünk magyaroknak is fontos a választások kimenetele, hiszen nem mindegy, milyen lesz a kapcsolatunk a következő washingtoni kormánnyal, milyen lesz annak Ukrajna politikája, hogy áll Európához és Kínához. De hogyan választanak elnököt az Egyesült Államokban? Hogy néz ki a választási rendszer? Hogy épül fel a törvényhozás? Vannak előrehozott választások? Milyenek a szavazási szabályok? És voltak-e valaha csalások? Milyen lehetőségek vannak a csalásnak? Mutatjuk a nagy egészt, majd a részteket is. Some people also came to see Trump in a positive way, as somebody who really does love America and wants the best for America. The years under Trump, you know, the Democrats and the newspapers, the media warned us, oh, it's going to be fascism, it's going to be Hitler. We had 4 years of Trump, and they were pretty good years. So now when the Democrats say it's going to be Hitler, nobody believes them because we know otherwise. And I think that's what changed, is that people, first of all, got to know Trump, who he really was because he was president, but also the left and the Democratic Party have become so radical that even normal people who are normally liberal, sensible liberals, they're like, I might not like Trump, but he's better than the other side. Én azt hiszem, hogy azért nincsenek ezek az emberek teljesen tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy fasizmus. Időnként persze náciznak is, de hát nyilván a kettő az nem ugyanaz, de nem mondjuk Amerikából nézve és a közemberek szempontjából abszolút össze lehet mosni ezeket a dolgokat. Illetve autoriter és diktátor és sok minden egyéb jelzőt lehet akasztani egyik vagy másik félrát, mert sem például a Trump az, akire ezeket akasztják, akinek voltak a megjegyzései, amelyek nem voltak túlságosan szerencsések. Tehát, hogy az első nap úgymond felfüggeszti az alkotmányt, persze ezt nem teheti meg, és akkor úgymond az ellenfelekkel leszámol. De az igazság az, hogy 2016-ban is eléggé extrém kijelentéseket tett, aztán végül senkinek nem történt semmi baj. A demokratáknak ilyen pillanatban a legnagyobb gondja az, hogy azért Hillary Clinton meg Joe Biden is úgymond a centristákhoz tartozott. Viszont a demokrata párt egy bizonyos szempontból átvette a progresszív frakció, vagy a progresszív oldal. Ő az amerikai politikában a baloldali szélsőséget képviseli, hogyha Trump rá mondjuk azt a jobboldali szélsőséget képviseli, ami azt jelenti, hogy általában az úgynevezett közép az kiürül. Valószínűleg a közlemény kutatók egyik vagy másik jelöltet csatatér államokban biztosan alul mérik. Van olyan állam, ahol a szavazás napján is lehet regisztrálni. Tehát magyarul lehetnek olyan amerikai választópolgárok, akik még nem döntötték el esetleg, hogy elmennek szavazni, de elmennek szavazni, regisztrálnak, aztán az utolsó pillanatban, hogy tetszik, vagy az utolsó napokban eldöntik, hogy kire szavaznak. Kérdés lesz itt a választások alatt, hogy mennyien mennek el szavazni, hogy most egyébként ténylegesen aktivizálják-e magukat a szavazók. Az amerikai elnököt 4 évre választják,
függetlenül a törvényhozástól. Ha az elnök lemond, lemondatják, vagy bármilyen abból nem tudja ellátni hivatalát, az alelnök lép a helyébe, akit még számos méltóság követ az elnök helyettesítési listán. Amerika elnöki rendszerű demokrácia, az elnök egyben a miniszterelnök és a köztársasági elnök is. Az elnöknek erősek a jogkörei. Az amerikai választási rendszer angol száz többségi modell, azaz nincs listás szavazás, sem kompenzációs lista, mint itthon, csak egyéni jelöltek vannak. Aki nyer, akár csak egy szavazattal vagy a szavazatok 51%-ával, azért a győzelem. Nem törvényszerű azonban, hogy az elnök pártja parlamenti többséget is szerez. Az amerikai szövetségi törvényhozás kétkamarás parlament, az alsóház a képviselőház, felsőház a szenátus. A tagú szenátusban az 50 tagállam egyenlő képviselettel bír, mindegyikkel két szenátora van. A képviselőházban népesség arányosan osztik meg a 435 hely. A képviselőház egészét két évente választják újra, a többséghez 218 helyre van szükség. A 100 tagú szenátus tagjait viszont 6 helyre választják, ám két évente lecserélik a testület harmadát, 33 szenátort. A 100. szenátor az alelnök, szavazat egyenlőség esetén az ő szavazata dönt. Az elnök választásokon nem az számít elsősorban, hogy megjelölt kap több egyéni szavazatot, populár volt, azaz nemzeti szinten kinyer, hanem az, hogy ki nyert több tagállamban. Ez azért van, mert az USA szövetségi köztársaság, azaz tagállamok szövetsége. Az elnököt nem az amerikai nép választja, hanem a tagállamok népei választják, és az őket képviselő elektorok. Egy tagállam elektorai pedig mindannyian a helyben győztes jelöltre kell, hogy szavazzanak, akkor is, ha az illető épp hogy nyert abban a tagállamban, kivéve Maine és Nebraska-t. Az elektorok száma 538, minden tagállam annyi elektorral rendelkezik, ahány képviselő van a kongresszusban, a két házban együtt. A győzelemhez 270 elektori szavazatra van szükség. A republikánus jelöltek rendszerét magabiztos győzelmet érnek el az északi hegyi államokban, mint Idaho, Montana, Wyoming, a vagy nyugat belső államok többségében, mint Észak és Dél-Dakota, Utah, Kansas, Oklahoma és Nebraska, a dél nagy részén, mint Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Dél-Karolina és Texas, valamint Alaszkában. A demokrata jelölteknek nem kell aggódniuk a közép-atlanti államok és újonnan nagy része miatt, mint New York, New Jersey, Maryland, Delaware, Nyugat Virginia, illetve Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont és Maine. És ők a nyugati parton is biztos győzelmet aratnak Kaliforniában, Oregonban és Washingtonban. A főváros is dominánsan baloldali, ezért a demokraták időről időre tagállamot szeretnének ráni belőle. Billegő vagy csatatér államnak többnyire azt tartják, ahol egy számjegyű a különbség a jelöltek között. Korábban 12 ilyen volt, idén viszont 7 van. Michigan, Nevada, Észak-Carolina, Pennsylvania, Wisconsin és Georgia. Amerikában rendszeresen előfordul, hogy nem az győz a választásokon, aki nemzeti vagy országos szinten több szavazatot kapott, hanem az, aki a billegő államban nyerni tudott. A klasszikus eset ebben az egész kérdéskörben a 2000-es választás az ifjabb Bush és Al Gore között, nem mindenhol, hanem Floridában, ahol egy speciális úgynevezett pillangó szavazati lap volt, vagy szavazási lap volt, és ott hát hetekig vizsgálgatták, hogy átszúrták-e, nem szúrták át, vagy mennyire szúrták át azt a kört a szavazat szavazólapok közepén, amit átvilágítva aztán megszámolták a szavazatokat, és végül hetek múltán a legfelsőbb bíróság állította le ezt az egész újra számlálási hercehurcát, és az ifjabb Bush körből 530 szavazatta nyert egy olyan államban, ahol hát több 10 millióan élnek, tehát most is elképzelhető, hogy lesznek ilyen esetek. Nem hiába nevezték meg ezt a 7 államot, tehát mindenféleképpen érdemes őket nézni, de a legfontosabb szerintem Pennsylvania lesz. Már csak azért is, mert ők adják a legtöbb elektort. Tehát aki Pennsylvaniát meg tudja nyerni, annak nagyon jó esélye van arra, hogy az elnöki posztot is menjen. Nyilván lehet Pennsylvania nélkül is nyerni, de azt gondolom, hogy ha valamelyik jelölt megnyeri, azért az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy azon építve akár többet is meg tudjon nyerni. Emellett azt látjuk, hogy nagyon közeli az összes. Viszont Trump ugye az elmúlt pár hétben egyrészt országos szinten, de a csatatért államokban is mindenhol erősödni tudott, és a köztük lévő különbséget azt, ahol mondjuk esetleg vezetett, ott növelni tudta, ahol pedig lemaradásban volt, azt pedig csökkenteni tudta. Tehát azt gondolom, hogy ezekre az államokra mindenképpen érdemes figyelni, de különösképpen Pennsylvania lehet érdekes. A 7 billegő állam az, ami el fogja dönteni az elnökválasztást. Ezek közül a legfontosabb az talán a Blue Wall States-nek nevezett Michigan, Wisconsin, illetve Pennsylvania kérdése, mert hogyha azt a három államot Kamala Harris elviszi, akkor alapvetően Donald Trumpnak nincs igazán esélye, hogy visszatérjen
az elnöki hatalomba, de a legfontosabb az talán Pennsylvania, mert Pennsylvania leképezi, hogyha úgy tetszik, az Egyesült Államokat az államon belül. Ugye van egy jelentős latinó közösség mondjuk Philadelphia környékén, ugyanakkor vannak nagyon erős vidéki közösségek, ahol pedig a republikánus párt tradicionálisan erős, illetve a kertvárosi szavazók, vagy kertvárosi szavazatok is nagyon sokat fognak számítani, illetve az a 19 elektori szavazat, amit Pennsylvania jelent, az akár eldöntheti az elnökségnek a kérdését is. Csak mik voltak a 2024-es kampány fő témái, mi mentén szavaznak az amerikaiak? A kampány fő témája a gazdaság, az abortusz, a demokrácia helyzete, az egészségügy, a bűnöldözés és a biztonság. A legfontosabb kérdés egyértelműen a gazdaság, az inflációval a középpontban. Kamala Harris ugye azt is mondja, hogy ő változást, illetve egy kicsit felfrissülést hoz az amerikai politikába. Ez lehet részben igaz, csak ugye mivel ráadásul hivatalban lévő alelnökről van szó, ezért mindig felmerül annak a kérdése, hogy most akkor mennyiben lesz ez folytonosság az ő elnöksége a Biden adminisztrációhoz képest. A demokrata oldalon, ha van ilyen elégedetlenség vagy kiábrándultság, akkor ez valóban ahhoz köthető, hogy nem ismerték meg kellőképpen a jelölt. Tehát persze lehet ezt ráhúzni arra, hogy hát kényszer szülte ugye ezt a jelölést, hiszen ugye Joe Biden, megnyithatjuk, hogy most akkor mennyire tervezett vagy nem tervezett körülmények között, de ugye visszalépett. A probléma a Harris jelöléssel igazából az, és ugye a republikánus oldalon ez a vád már megjelent a legelején, hogy tulajdonképpen nem ismerni az ő pontos programját. Itt most nem a részletes programra értem, hanem konkrétan azokat az ügyeket, aminek is szívügyének számítanak. Csak ugye alelnökként nem felelt feltétlenül szakpolitikai kérdésekért, ezért effektíve másból nem lehet építkezni, mint korábbi kampányból. Tehát mondjuk a 2020-as elnökválasztási kampányban tett kijelentéséről, amikhez képest viszont most mást mond. A Donald Trump beszédet elő lehet venni 2024-ben, 2020-ban, meg 2018-ban is, és néhány részletkérdésről eltekintve egy-két nagyon hasonló vagy attitűdöt, vagy pedig konkrét szakpolitikai nézetet, vagy sugallatot tartalmaznak. Kamala Harris-t hát majdnem, hogy kommunistának is nevezték. Amerikában sokat mond azt, hogyha valakit San Francisco-i liberálisnak neveznek. Köztudottan Kalifornia az egyik legliberálisabb állam, vagy talán a legliberálisabb állam, és azon belül San Francisco még inkább úgymond kilóg a sorból. Itt azzal vádolják, hogy egyfajta a kommunizmust vagy szocializmust akar bevezetni, árkontrollal, az adók elég jelentős megemelésével, és itt többek között nem csak a társasági adóra gondolok, hanem többek között az örökösségi adóra, vagy pedig a személyi jövedelemadó legfelsőbb kulcsnak a megemelésével. Tehát magyarul az úgynevezett adóztató és osztogató politikát folytatna, ami nagyon közel áll mondjuk az európai szociáldemokratákhoz vagy a baloldalhoz. Én azt gondolom, hogy most sokkal felkészültebb, tehát ugye 2016-ban senki nem gondolta, hogy Trump fog nyerni, a párt sem állt mellette teljes messzélességgel, és az látszott, hogy volt egy kis kapkodás az első pár hónapban, illetve nem fegyelően tudott bizonyos döntéseket meghozni, amiket szeretett volna meghozni. Most az jól látható, hogy a párt teljes messzélességgel kiállt mellette, sokkal felkészültebb a kampány. Én úgy tudom, hogy Trumpnak is van egy elég komoly programja, amivel az első 80 napra készül. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb elvesztegedett idő lesz, mint mondjuk például az első 4 éves ciklusában, és hát reményeink szerint sokkal könnyebben fogja tudni keresztül verni az akaratát az adminisztráción, hiszen több emberre lesz, felkészültebb emberei lesznek, és van egy tapasztalat is, amit a korábbi 4 évből tud hozni. Tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal aktívabb politikát tud folytatni, mint az első 4 éves ciklusában, ahol rengeteget kellett harcolnia. Well, the ordinary people of the country were really left behind, and the Republican Party of a generation or two ago wasn't so much connected to the working class ordinary Americans. But they were left behind. They had been represented by the Democratic Party for a long time. But in the 2016 election, when Trump came to power the first time, it became clear that they had been abandoned and that the Republican Party had a chance also to represent ordinary Americans, the working class, as well as the middle class families, entrepreneurs, small business owners, as it always had. So the character of the Republican Party has changed, and that's required a change of policy as well.
it takes more effort now of the American government and state to defend American industry, to help rebuild the country. A lot of jobs were lost in the early 2000s, and large parts of the country were basically left behind. I think, too, for Hungary, a Trump victory would be the best possible thing, because Hungary is so isolated from Washington. You know, we've all seen what the American ambassador under Biden has done here in this country. It's been a disaster, the most undiplomatic diplomat you can imagine. I had been hearing earlier this fall from friends in Washington that if Kamala Harris wins, Washington, the government, is going to come down very, very hard on Hungary. And of course, Brussels, you know, Ursula von der Leyen, the Manfred Weber, the usual people, would benefit from that. Well, guess what? If Trump wins, suddenly Hungary's status and its power vis-a-vis America will go way up, in large part because Viktor Orban has cultivated his friendship with Trump. They have a natural political rapport, but also it became very personal because Prime Minister Orban went to visit Trump. Trump really likes Orban and Orban likes Trump. I think suddenly Hungary will have a big, powerful new friend to help defend it against the bullying from Brussels. Plus, the Trump administration, and especially J.D. Vance, they want peace in Ukraine. I think that Prime Minister Orban's peace initiative will get new life if Trump is in power in the White House. I think that if there is some doubt about who has won, the left is going to come out into the streets. There will be rioting in some places. And frankly, if Trump wins, the left is going to do that because they will not be able to accept the result. So I'm really worried about what's going to happen to America. Az amerikai elnökválasztást általában nem a külpolitikai kérdések határozzák meg. Utoljára talán Vietnám volt az a nagyon nagy külpolitikai téma, ami meghatározó volt ebből a szempontból, de Ukrajna mégis egy kivétel. Egyrészt az Egyesült Államokban, főleg Michiganben és Pennsylvániában, tehát alapvetően a billegő államokban élő lengyel, illetve ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai állampolgárok eldönthetik ezeket az államokat, és ezáltal az elnökválasztást is. Világosan látszik két egymással némileg ellentétes álláspont a kampányban. Az egyik álláspontnak az arca az talán leginkább J.D. Vance, aki nagyon sokszor elmondta, hogy az Egyesült Államok szempontjából Ukrajna az egy kevésbé fontos állam, mint mondjuk Tajvan. Ugyanakkor ugyanennek az álláspontnak egy másik arca maga Donald Trump is, aki folyamatosan azzal kampányol, hogy ő viszonylag gyorsan véget vetne az orosz-ukrán háborúnak. Nyilván ez egy költői túlzás, hogy 24 órán belül ennek véget vetne, de tény, hogy ő annak a pártjánál, hogy ennek a háborúnak nem szabad tovább folynia, nem szabad tovább eszkalálódnia, hanem véget kell vetni. A demokrata pártnak a kampánya az talán igyekszik nem ekkora hangsúlyt fektetni erre, ugyanakkor náluk van egy kontinuitás. Tehát láttuk azt, hogy a Biden adminisztráció mit csinált az elmúlt 3,5-4 évben, ráadásul egy olyan Biden adminisztrációról beszélünk, ahol Kamala Harris alelnök volt. És nyilván ő nem teljesen ártatlan ebben a kérdésben. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy vinné tovább azt a fajta politikát, amit a Biden adminisztráció vitt az elmúlt időszakban, tehát ugyanúgy pénzzel, paripával, fegyverrel támogatná Ukrajnát. Alapvetően mindenképpen benne van a déli határnak a kérdése, átjárhatósága, vagy éppen át nem járhatósága a top 3 kérdésben. Ugye a gazdaság és az abortusz mellett mindenképpen a határkérdés az, ami alapvetően befolyásolja a választóknak a döntését. Ennek megfelelően logikusan Donald Trump igyekszik a Biden-Harris adminisztrációt egyként kezelni, és így beszélni az elmúlt 3,5 évről. Tehát a Biden-Harris adminisztráció minden sikertelenségét egyben Kamala Harrisre is rávetíteni. És megint csak logikusan Kamala Harris pedig igyekszik elhatárolni magát ettől az időszaktól, tehát úgy beállítani az ő potenciális elnökségét, minthogyha az egy új kezdet lenne. Holott valójában itt nyilvánvalóan van egy kontinuitás. A republikánus párt egyik félelme talán pont az, hogy
az elnök és törvényhozási választásokkal együtt majdnem egy tucat államban szavaznak egyébként az abortuszjogok kiterjesztéséről vagy szűkítéséről, akár alkotmánykiegészítés, tagállami alkotmányok kiegészítésének a formájában, és ugyanakkor a demokraták pedig pont abban reménykednek, hogy lesz akkora mozgósító ereje ennek a kérdésnek, még akár Floridában is, hogy akár emiatt demokrata szavazók elmenjenek választani, és az ő jelöltjükre, az ő jelöltjeikre szavazzanak. A legtöbb tagállamban azt szavazhat, aki legkésőbb a választások napjáig betöltötte a 18. életévét. Észak-Dakota a kivételével minden tagállamban előre kell regisztrálni annak, aki szavazni akar, de hogy mennyire előre, az tagállamoként változik. Egyes államokban kötelező felmutatni a szavazáskor a személyazonosságot igazoló dokumentumot, ami számunkra evidens, de Amerikában, ahol nem létezik személyigazolvány, vita tárgya. Mivel a demokraták úgy gondolják, ezek az intézkedések a republikánusok malmára hajtják a vizet. A republikánusok viszont attól tartanak, hogy ahol nincs szükség saját magunk és Amerika állampolgárságunk igazolására, az illegális bevándorlók és akár a legális, de nem állampolgár bevándorlók törvényellenesen szavazni tudnak, és ők nyilvánvalóan demokrata szavazók lesznek. Arról vita van, hogy szükséges igazolnia valakinek szavazáskor az amerikai állampolgárságát. Az arizonai legfelsőbb bíróság törvénytelenek nyilvánított számos olyan az amerikai demokrata párthoz köthető népszavazási kezdeményezést, amelyek a választásokon a szavazási szabályok felazítását szolgálták volna a bevett demokrata taktikák szerint. A demokraták a republikánus többségű arizonai törvényhozás korábbi, a választások tisztaságát szolgáló szabályozásait szerették volna felülírni. Ezt akadályozta meg a testület. Doug Ducey kormányzó 2022-ben írta el azt a törvényt, amely szerint a szövetségi szintű választásokon a szavazóknak igazolniuk kell amerikai állampolgárságukat. Emel törvényt Joe Biden igazságügyi minisztériuma azonban beperelte, mivel szükségtelen követelmények tartják az állampolgárság igazolását. Vannak olyan államok, ahol például jogosítvánnyal lehet szavazni, és vannak olyan államok, ahol jogosítványt kaphat illegális bevándorló. Tehát ez azt jelenti, hogy illegális bevándorló is ad abszurdum tud szavazni, annak ennél, hogy nem amerikai állampolgár, és hát befolyásolni tudja a választásokat ilyen módon. Emlékezzünk vissza, hogy 2020-ban milyen nagy felháborodás volt az embereknek, kb. 40%-a mindig nem hiszi el, hogy a demokraták tisztelzőkkel, eszközökkel nyertek. A demokraták évek óta dolgoznak azon, hogy minden tagállamban, de inkább a 2020-as választások illegő államaiban felazítsák a szavazási szabályokat. Jellemzően ellenzik a személyazonosság igazolásának követelményét, és minél jobban igyekeznek kiterjeszteni a választások napja előtre és utára a levélszavazás lehetőségét. Utóbbihoz kapcsolódva igyekeznek elérni, hogy különféle civil szervezetek is összegyűjthessék azokat, és leadhassák a szavazópontokon. Sőt, a ballot curing technikáját is erőltetik, ami azt jelenti, hogy tévesen kitöltött szavazólapokat nem nyilvánítják automatikusan érvénytelennek, hanem felkeresik a szavazót, aki útmutatásaik alapján kijavítja a szavazólapot. Ezek a módszerek a felmérések szerint a demokraták szavazótáborát növelik, mivel a republikánusok szimpatizánsai jellemzően személyesen szavaznak. Floridában boleterosznak, Texasban politikerásznak nevezik azokat a szavazatba gyűjtő embereket, akik gyakran fizetnek azért, hogy egy bizonyos pártra húzza be az X-et a polgár, és adja nekik oda a szavazatát. De voltak nagyobb bajok is. Az 1993-as National Voter Registration Act nevű törvény kötelezte a tagállamokat, hogy tartsák rendben szavazó nyilvántartásaikat. A Pew Research Center 2012-es kutatása szerint akkor 1,8 millió elhunyt maradt szavazóként regisztrálva Amerika szerte, és 3 millióan voltak több államban regisztrálva. 2019-ben például bírósági per kellett ahhoz, hogy a legnépesebb 10 millió lakosú kaliforniai Los Angeles megye frissítse és rendbe tegye a szavazó nyilvántartását, és az derült ki, hogy 1,5 millióval többen voltak oda regisztrálva, mint ahány szavazójogú lakosa volt a megyének. A megyét per Judikávas nevű szervezet egy 2020. szeptemberi tanulmánya szerint 3143-ból 353 olyan megyéje van Amerikának, ahol több szavazó van regisztrálva, mint ahány szavazókorú állampolgár lakik ott. Összesen 1,8 millió emberről beszélünk. A tanulmány szerint továbbá 8 olyan tagállam volt 2020-ban, amiben a szavazásra jogosult polgárok 100%-ánál is többen vannak regisztrálva. Alaska, Colorado, Maine, Maryland, Michigan, Rhode Island és Vermont. A Public Interest Legal Foundation 2020-ban beperelte Pennsylvániát, amelyet 21 ezer halott volt a szavazói nyilvántartásban. Többen közülük 10 vagy akár 20 éve távoztak az élők sorából. Pennsylvania a 2020 novemberi választások után 5 hónappal egyezett bele, hogy törölje az érintetteket a nyilvántartásaiból. Wisconsinban 2019-ben rendelte a bíróság, hogy töröljenek 234 ezer elköltözött, hogy elhunyt szemét a nyilvántartásból, amely a helyi demokrata főügyész Josh Cole azt válaszolta, hogy világos veszélyt jelentene a szavazókra,
mivel esetleg volna, aki nem tud így élni a szavazójogával. A Government Accountability Institute 2017-ben jelentette meg riportját, ami szerint 2016-os választásokon több ezer olyan szavazó volt, aki több államban is szavazott. A teljes USA-ra vetítve ez szerintük 45 ezer duplán leadott szavazatot jelentett. A Public Interest Legal Fund 2020-as jelentése 41 államban összesen 350 ezerrel hunyt szavazót talált a nyilvántartásokban. A legrosszabbak Michigan, Florida, New York, Texas és Kalifornia voltak. Vannak azért jó példák is. Ohio 2022-ben 155 ezer tévesen regisztrált szavazót távolított el az adatbázisából. Igen ám, de Ohio-t beperelték demokrata párti szervezetek, de végül a legfelsőbb bíróság a tagállamnak adott igazat. Az utolsó olyan választási vereséget a demokraták kifogás nélkül elfogadtak, az 1988-as volt. Ráadásul a demokraták pont olyan szavazási módokat kritizáltak problematikusként és hibafaktorként 2014-ben és 2016-ban, amelyeket 20-szal kapcsolatban kiválóan működőnek és megkérdőjelezhetetlennek tartanak. 2005-ben összeült egy kétpárti bizottság, mely pedig Jimmy Carter volt demokrata párti elnök vezetésével, amely megállapította, hogy a távolsági szavazás, absentee balloting, az egyik legnagyobb veszély a választások tisztaságára, ezért kritikát fogalmaztak meg a levélszavazással kapcsolatban. Márpedig 2020-ban a demokraták épp ezt a szavazási módot erőltették. After Trump left office, and with the January 6th debacle, which was terrible, I think most people, certainly on the left, thought, well, Trump will never come back. He's done. We don't have to worry about him again. But now he's back, and he might actually win. I think he will win. And that completely unnerves people. This is the first time, maybe in history, that you have a presidential campaign in which one of the candidates was actually shot and nearly killed. And not only was he shot, but there was a second possible assassination attempt. That really shows you how anxious and how tense America is. So I think the anxiety of the elites especially, and when I say elites, I mean not only the media, but the Washington insiders, including a lot of establishment Republicans, that anxiety has filled the mental space of the American people right now. Szinte biztosan lesznek úgynevezett óvások, tehát már most mind a két párt, tehát a demokraták és a republikánusok is különböző bírósági beadványokat nyújtottak be, azzal vádolva nyilván a másik felet, hogy megpróbálja a választókat vagy diszkriminálni, vagy pedig valamilyen módon elrettenteni a választástól. Nyilvánvaló, hogy azok után, hogy a választás lezajlik, még inkább várható ez, mert a felmérések szerint abszolút felfel mellett van a két jelölt. Tehát nem valószínű, hogy nagyon nagy különbséggel győzne akár az egyik, akár a másik. Ebben az esetben viszont nyilvánvaló az is, hogy a vesztes fél különböző jogi és egyéb kifogásokkal fog élni, és az is elképzelhető, hogy sajnos a jogi lépéseken túl a vesztes félnek a hívei elképzelten különböző tüntetésekbe fognak kezdeni, és hát ez a tüntetéseknek sajnos az egyik lejárója az, hogy ilyenkor nagyon sokan csapódnak a tüntetőkhöz, a békés tüntetőkhöz, és nagyon könnyen erőszakba torkolhatnak az események. Bár ilyen pillanatban azok, akik mondjuk polgárháborút vizionálnak, az talán egy kicsit túloznak, de abszolút elképzelhető, hogy olyan fajta zavargások lesznek, mint mondjuk 2020-ban a BLM mozgalom idején. Over the last four years, the Biden administration has basically tried to transform the very nature of the American country and polity, letting in millions and millions of illegal migrants. And it's really raised a question, what is the United States for? What is it about? Is it going to remain the same country and we're going to sort out our problems together? Or is it going to be this form of very aggressive left liberalism that is determined to change the face of the country forever, you know, change its way of life, and really rule aggressively over the more conservative part of the country. Most of the country, it's the heart and its core, is conservative. And so that's the question. Will we have a chance to restore normality in the United States, or will there be another four-year extension of very aggressive and very destructive left liberal rule?